Már állnak a kerítést jelző cölöpök a magyar-osztrák határszakaszon Hegyeshalomnál. A drótakadály felállítását az osztrák belügyminisztérium rendelte el, mondta el Híradónknak Hegyeshalom polgármestere, aki hozzátette, az önkormányzat semmiféle hivatalos tájékoztatást nem kapott ezzel kapcsolatban. Semmilyen hivatalos tájékoztatás nem volt. Én május közepet tárgyaltam a Nikezófi polgármesterrel, és akkor is beszélgettünk erről, hogy mégis mi lesz, hogy lesz. És akkor tájékoztatott engem arról, hogy távlati tervként szerepel az, hogy kerítés épüljön, és ő mondta meg végeredményben azokat az irányokat is, őtőle tudom, ahol most megjelentek ezek a karók. Országhatárunktól a Lajta irányába, a Lajta folyó irányába fog húzódni egyik oldalon, a másik oldalon pedig az A4-es autópályától Albert Kázmér puszta irányába lefele jönnek körülbelül egy a másfél kilométeres szakaszt. A polgármester és a helyiek többsége szerint a településre egyáltalán nem lesz jó hatással, ha megépül a kerítés. Nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül pont ide kell nekik ezt a kerítést építeni. Ott, ahol a legnagyobb áteresztési pont van egész Közép-Európában. Itt közlekednek a legtöbben. És hogyha itt feltollasztjuk ezt a forgalmat, ha itt mesterségesen dugókat képezünk, az nem lesz jó sem a településnek, sem a közlekedőknek. Tehát én összességében úgy érzem, hogy egy negatív hatása lesz a környékünkre mindenféleképpen ennek a kerítésnek. Most egyértelmű, hogy ők is belátták, hogy szükség van valamilyen fizikai védekezésre, csak hát Magyarországon a magyar állampolgároknak ez nem egy jó üzenet nyilván, hogy az osztrák-magyar határon épül kerítés, és itt már nagyon régóta elhúzódó probléma a falun keresztül átmenő túlzott forgalom, ami most már teherforgalommal is párosul az állandó osztrák ellenőrzések miatt, tudva levő, hogy innen és környékről nagyon sokan kijárnak dolgozni, akiknek ez a mindennapi megélhetésüket nehezíti, úgyhogy Hegyeshalom többszörösen szenvedő szereplője ennek a történetnek. Ennek alapjában senki nem örül. Itt a határ, közel a határ, és igazándiból ez a hegyeshalmi lakosságnak ez nem igazán jó. A cölöpök múlt hét óta állnak, úgy tudjuk, a kerítés a schengeni belső határon Albert Kázmér pusztáig ér majd.